Valahogy mindig elkezdjük. Van egy elképzelésünk, hogy hogy fogunk elindulni, és gyakran van elképzelésünk arról is, hogy hova fogunk megérkezni. Akik jöttek az elvonulásra, azoknak már elkezdődött. És amit most láttatok itt, korrekciókat, az mind a része. Hajlamosak vagyunk egy úton elindulni úgy, hogy szeretnénk csak a jó dolgát kivenni. Szeretnénk behajtani rajta azt, amit elvárunk tőle. És elfelejtjük azt, hogy bármilyen utat is válasszunk, mindig vannak benne nem választható feladataink. És a nem választható feladatainkkal való szembenézés az, ami hozhatja majd az eredményt. Az összes többi az forma. Azért, mert ülünk, vagy azért, mert harcolunk, az egy tevékenység. Lehet így csinálni, lehet úgy csinálni, de önmagában, hogy a kötelezőt megtesszük, az nem hozza az eredményt. Megtesszük a kötelezőt mindig. Veszünk levegőt, étkezünk, iszunk, eszünk, kapcsolódunk, vagy igyekszünk kapcsolódni. De mégsem ezek fogják megadni azt, amitől valójában azt érezzük, hogy haladunk az útunkon. Én úgy fogalmaznám talán, hogy a választható feladataink azok a keret és egyfajta erőgyűjtés lehet. De hogyha valaki belekapaszkodik abba a tapasztalatba, amit a keret ad, akkor nem fog tudni létezni a hétköznapokban. Mert azt gondolja, hogy csak ütéssel vagy rúgással fog tudni érvényesülni. Vagy azt gondolja, hogy minden megoldás, mindenre megoldás, hogy leülök és meditálok fél órát vagy egy órát. De ha konfliktusom van a párommal, nem megoldás a meditáció. Megoldás a szembenézés. Megoldás a konfliktusnak a felvállalása. Megoldás önmagunk képviselete, érzéseink képviselete. Majd utána a megoldás az, hogy ezeket el is tudjuk engedni. Sokan hallottak már a Zen körről, ezt folyamatosan éljük. Képtelenek vagyunk, és keresünk egy képzést. Keresünk egy képzést, keresünk egy irányt, egy utat, egy tevékenységet, mert képessé szeretnénk válni. Amikor képessé válunk, akkor ezt elkezdjük képviselni, hogy haladjunk tovább az utunkon. Viszont, hogyha a képviselet után nem történik meg a képvesztés, akkor megrekedtünk az úton. Akkor falba ütköztünk. Miért? Mert folyamatosan ugyanazt a tapasztalatot szeretnénk megélni. Van egy dologgal egy tapasztalásunk, és azt mondjuk, hogy mi ezek vagyunk. Mi így működünk, nekünk ez az eredményünk. De az már elmúlt. Úgy működünk, ahogyan most működünk. Nem hivatkozhatok arra, hogy én egyébként együttérző vagyok, csak most gázoltam át rajtad. Bocs, az az ember nem fogja érezni, hogy együttérző vagyok. Az egyik elvonulásom, ami elég sokáig tartott, mondhatni egy ilyen folyamatos bezárkózás, ahol csak meditációval és tejaszertartásokkal foglalkoztam önállóan, az első tejaszertartásnál kiválasztottam egy teát, életemben akkor kezdtem el ezzel először foglalkozni, és egy 50 éves teát választottam. Akik értettek hozzá, azt mondták, hogy el is rontottad, mert hogy nincs több, nincs tovább. Viszont nekem ez nem ízlett. Nem tudtam az értékét. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy 3 hónapon keresztül minden nap, az üléseim után 2-3 óra hosszát csak a teával foglalkozok.
tejázgattam, szagolgattam. Hosszabb leöntés, rövidebb leöntés, forró víz, ez az amaz. Hogy tudunk valakit beengedni úgy, vagy valamit, hogy ne befolyásoljon minket az előző tapasztalatunk? Hogy tudunk tisztán viszonyulni valakihez úgy, hogy ne legyen bennem az, hogy mikor azt megkortyoltam először, azt mondtam, hogy ez nem jó. Hogy tudom azt a nem jót elengedni? Hogy tudok valami más minőséget látni abban, és nem kapaszkodni abban, hogy nekem akkor per pillanat mi az, ami jól esik? Engem erre tanított a tea. Nem lett a kedvenc teám. Viszont egyértelműen megmutatkozott az értéke. És úgy gondolom, hogy egy picit többet megértettem abból, hogy mi van benne, mitől olyan értékes az a tea. Akkor értékes valami, hogyha nekünk jól esik? Az az érték? Mi vagyunk a mérce? Szóval, ha nekem valami nem tetszik, az nem értékes. Elég rossz lenne, ugye? Valójában mi sem ezt szeretnénk, de mivel hogy bizonytalanok vagyunk, próbálunk valamibe kapaszkodni. És igazság szerint ez az, amikor a figyelmünknek vissza kell tudni fordítani, bele kell tudnunk nézni a tükörbe, és szembe kell nézni a gyengeségeinkkel. Időről időre szükségszerű újra definiálni magunkat. Olyan, mint a fogmosás. Úgyhogy kevés az, hogy elindulunk egy irányba, kevés az, hogy hozunk egy döntést, hogy végülünk 90 napot. A döntéseitek eredményét azt fogja megmutatni, hogy a nem választható feladatokban hogy fogtok teljesíteni. Ott tudtok-e irányt tartani, amikor nem támaszt meg a keret? Megtámasztod-e magad, vagy megtámasztod-e a társad? És utána ezt a tapasztalatot itt tudod-e hagyni, viszont tudod-e transformálni a hétköznapokba? Folyamatosan ezt éljük, ebben az ellentmondásban vagyunk. Viszont két lábbal hiába tapossunk egy pedált, nem fogunk tudni előre haladni. Úgy gondolom, hogy első körben ennyi elég lesz, és várnám a válaszokat vagy a kérdéseket. Köszönöm a lehetőséget. Érdeklődnék, hogy a Shaolin harcművészet kultúra is akkor tartalmaz meditációt. Tehát hogyan épül fel egy ilyen fajta elvonulás, Shaolin elvonulás, hogyha esetleg van ilyen? Shaolin kungfunak az alapja a Chan buddhizmus, japánul zen. Bodhidharmáról, akik gyakorolnak, biztos hallottak már. Bodhidharma volt az, aki 9 évet meditálta a templom feletti hegyekbe, és utána a Shaolin templomba szállt meg. És egy hatalmas támaszt adott a Shaolin szerzeteseknek, akik a sok meditációtól kissé legyengülve nem bírták tartani a formát, és a mozgással próbálták energetizálni őket, légzőgyakorlatokkal. Majd később szükségessé vált az, hogy megvédjék magukat, és így a harci technikák előtérbe helyeződtek. Szóval így lett az, hogy egy szerzetes nem csak a buddhizmussal foglalkozott, hanem az élete védelmével is, szóval harcolt. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy mennyire tarthatjuk meg a gyermeki énünket, és ez miért fontos, és mikortól lehet ez mondjuk a tudatra vagy a környezetünkre káros, egészségtelen? Addig, amíg nem engedtük el, addig nem tarthatjuk meg. Szóval amíg nem növünk föl, addig gyermekek maradunk. A felnövés az nem mindig fájdalomtól mentes.
Viszont, hogy felnőttünk, akkor van lehetőségünk kapcsolódni a gyermekű énünkhöz, és akkor el tudjuk fogadni, van lehetőségünk elfogadni a hiányosságainkat is. Szembe tudunk nézni a gyermeki bántalmazottságunkkal, rossz érzésünkkel, bizonytalanságunkkal, ami időről időre megjelenik, de föl tudjuk ismerni, hogy most az a gyerek szól hozzám, és szüksége van rám. És felnőttként akkor meg tudjuk támasztani. Ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag ismételjük a gyermeki mintát, csak más a játékszer. Régen kis autóval játszottunk, most már nagyobb kocsikkal játszunk. De ugyanaz maradt a működésünk. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon szükségszerű az, hogy fölismerjük, hogy mik azok a dolgok, ahol magunkhoz kapcsolódva képviselni tudjuk magunkat, és felnőtté tudunk válni, felelősséget tudunk vállalni. És nem hátra mutogatunk, hogy azért, mert édesanyánk, édesapánk, mesterünk, párunk, vagy bárki, azért működünk mi így, mert ők így működnek. Ugye nagyon sok párkapcsolatban hallani ezt, hogy majd ha te is, de te sem csinálod. Na, ez még itt a gyerekszint. Majd én is normális leszek akkor, ha te is. Addig, amíg te nem. A gyerekek így szoktak beszélgetni egymással. Egy felnőtt függetlenül attól kapcsolódik valamihez, egy irányhoz, hogy a másik mit tesz. Figyelembe veszi, de nem megy bele játékba. Kaptál vár ezt a kérdésedre? Eleget. Köszönöm. Az volna a kérdésem, hogy a harcos, amikor harcol, bánt, sérülést okoz, fájdalmat okoz. Ez nyilván az ő lelkében is hoz létre valamilyen fajta érzést. Hogy tud ezzel a harcos megküzdeni, hogy a harc közben fájdalmat okoz? Hogy tud ezzel megbékélni? Mi ennek a folyamata? Nagyon köszönöm a kérdésed. Ez egy nagyon-nagyon fontos pontja, és egy nagyon félreértelmezhető dolog. Ugye, mert a harcos bánt. Találkoztunk már olyan esettel, mikor a simítás bántó? Mikor egy ölelés bántó? Lehet bántó egy mosoly? Lehet. Mennyire emelhet egy ütés, vagy egy rúgás, vagy egy pofon? Nem feltétlenül csak fizikálisan, hanem lelkileg értendően is. Mennyire szükséges, hogy föl tudjuk egymást rázni, meg tudjuk egymást rázni, hogy ha-ho, itt vagyunk. Harcolni azért tanulunk, hogy meg tudjuk azt állítani. A víziszonnyal nem tudsz megküzdeni a víz nélkül. Csak akkor, hogyha vizes leszel. Az első időszakban még kapaszkodhatunk abba, hogy képviselve magunkat túltoljuk. De én azt gondolom, hogy a fő feladatunk nem csak a harcművészetben, hanem mindenben az, hogy az erőt és az érzékenységet párhuzamosan emeljük. Ha csak erőnk van, akkor bántalmazókká válhatunk. Az erős képviselet véget, nem veszük észre, hogy a környezetünk feszeng, szorul mellettünk. Ha csak érzékenység van, kiszolgáltatottá válunk. Bántalmazottak. Szóval én azt gondolom, hogy mindkettőre szükség van. Az erő ad egy tartást, az érzékenység meg egy emberséget. Bármelyikben hiányban szenvedünk, akkor problémába kerültünk. És ezeket a harcokat végüljük nap, mint nap. Úgyhogy ez egy nagyon erőteljes feladat, hogy a jelenhez kapcsolódva ráérezzünk arra, hogy
mikor melyikre van szükség. Mikor van szükség az erőre, és mikor van szükség az érzékenységre. És a szembenézésünk meg folyamatosan szükségszerű. Csúszkálunk, hibázunk. A tanítványunknak azt szoktam mondani, hogy azért ne izguljanak, mert tőlem többet senki nem hibázott ott a terembe a Shaolin kungfuval. Én hibáztam a legtöbbet. Ha kellőképpen sokat tudunk hibázni, akkor van lehetőség arra, hogy tanítsunk. De a helyzet az, hogy ha nem szeretnénk tanítani, akkor is tanítunk. Ha szomorúságom van, szomorúságot hozok ide. Ha boldogságom van, boldogságot hozok a térbe. Kaptál választ a kérdésedre? Köszönöm. Lenne egy kérdésem, hogy hogyan lehetek jó vezető? Nem lehetsz jó vezető. Vezető lehet. Ha te jó vezető leszel, akkor lesz rossz is. És ha bármelyikbe kapaszkodol, akkor nem vagy jó vezető. Megköszönjük Ambrus Szabolcs Szifunak a ma délelőtti tanítást. Köszönöm szépen.